That's all for today's Nintendo Direct Partner Showcase. Thank you for watching. Hát akkor ez... voltak itt is bejelentések, amik érdekelnek engem, úgyhogy szerintem itt is akkor foglaljuk össze őket. Az Xboxos volt, aztán most itt is. Azt mondom, 2-3. Na jó, akkor jön az összefoglalás. Az egyik, amiről tudtam és számítottam rá, az a Penny's Big Breakaway, ami itt is mondták, hogy a Sonic Mania fejlesztőitől van. Ez egy 3D-s platformer, ami úgy tűnik, hogy így ilyen Sonic-féle sebességre, reakcióidőre és ügyességre alapszik. Meglátjuk, hogy akkor milyen lesz ez a játék, viszont a helyzet az, hogy nem szóltak előre, de már most megvásárolható, megjelent a játék. Tehát itt mutatták be ebből a Nintendo Directen, hogy megjelent, de elérhető több platform is. Viszont, amit nem tudok, az az Epic Mickey remake, vagy rebrushed. Nem tudtam, hogy akkor ez jönni fog. Itt a Nintendo Directen mondták, hogy jön Switchre, viszont utána jártam, ugye eltelt egy kis idő, és kiderült, hogy ez is jön minden konzolra. Ha volt ilyen komment már, hogy az Epic Mickey 2-t játszam, de ugye megnéztem és láttam az első része, akkor Nintendo Wii-re jelent meg, hogy lehetne a Wii-n akkor elhozni nektek ezt az Epic Mickey-t, hogy akkor mindkét rész legyen. Úgy tűnik, kedvezés van a platformer kedvelőknek, vagy csak én követem, és akkor azokat szúrom ki mindig, hogy mikor jön valami platformer játék. És amit itt még kiemelnék, az a THQ Nordic kiadó cég, aki pénzeli azt a fejlesztőt, akit úgy hívnak, hogy Purple Lamp Studios. Ez a fejlesztő csapat a THQ Nordic által készíti az Epic Mickey-t, de ők készítették még és adták ki a spongyabobos Battle for Bikini Bottom-öt és a spongyabobos Cosmic Shake-et, úgyhogy úgy tűnik, hogy a szeretett csomagba még egy kiadó és egy fejlesztő csapat beérkezett, mert évről évre, vagy ha nem is pont évről évre, mert szerintem eltelt egy kis idő a Battle for Bikini Bottom Rehydrated és a Cosmic Shake után, viszont a Cosmic Shake meg tavaly, vagy mikor jelent meg? Tehát attól számítva nem sok idő telt el, hogy ez az Epic Mickey érkezik, úgyhogy őt is most már akkor figyelni fogjuk, ezt a fejlesztő kiadó csapatot, úgy, ahogy az Activisionnél volt általában, hogy évente jön valami platformer játék, vagy ilyen családbarát ügyességi. Aztán a Microids van még, aki mostanában ugye ezt a törpös játékokat kiadta, az is még ilyen platformer, és őket is figyelem, de hát nektek nem kell feltétlenül ezt figyelni, majd én figyelem, és közzé teszem. És még, amit még itt láttam, és meglepődtem, és lehet, hogy fogok játszani, az egy gyerekkorom egyik játék, a Star Wars Battlefront Collection. Én ezeken a Battlefrontokon nőttem, vagy hát ezeken játszottam úgymond először. Hát először természetesen a Battlefield az volt az eredeti, hogy ilyen nagy térképen sok ellenfél, meg sok baráti játékos akkor egymásnak mehet, és onnan akkor ez egy Star Wars-os változata volt a Battlefieldnek, és akkor később ezt rebootolták, tehát jött ez a Star Wars Battlefront, meg újra a Star Wars Battlefront 2, ez az új modern grafikával, ezt is úgy játszottam, és bemutattam, még talán pár élő is volt belőle, de itt most akkor a klasszikusok érkeznek el ide. Erről nem hiszem, hogy olyan nagy videókat készítenék, max így platinázom, és talán egy videót, ha feldobok róla, de nem tartom valószínűnek, mert ugye ebben egy csepp platformerkedés nincsen, tehát ez egyértelműen 64 versus 64, vagy nem is tudom, vagy 32 versus 32 játékos, el kell foglalni pontokat, lövöldözni kell, Star Wars karakterek, ennyi van benne, ennyi, amit talán egy kicsit köthető hozzám, de én nem feltétlen a Star Wars-os csatorna vagyok, én a platformer játékos csatorna vagyok. És még egy extra bónusz hírt még közzé tennék, hogy a Hi-Fi Rush érkezik PlayStation 5-re is, na ez egy nagyon egyedien kinéző, viszonylag tartalmaz ügyességi ugrálós platformer részeket, de szerintem ez sem főkép ez, úgyhogy na ez még egy kérdés számomra, hogy ezt a játékot mennyire vegyem figyelembe. Nekem nagyon tetszik a kinézete, nagyon jókat hallottam róla, és
a játékmenetről is azt tudom leszűrni, hogy számomra kellemes élmény lesz a játszása, de hogy beruházok erre, arról még nem tudok nyilatkozni. Amiről tudok nyilatkozni, hogy akkor szerintem márciusra, ha el tudom kezdeni a Penis Breakaway-t, lehet, hogy akkor az oda kerül, és az Epic Mickey-t pedig figyelem, hogy mikor lesz dátum rá, mikor jelenik meg pontosan. Úgyhogy ez volt a Nintendo Direct, és ami minket érdekel, platformer játék kedvelőket. Találkozunk legközelebb.